Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába. Hoztunk nektek ma egy nagyon kellemes kis csigát, ez nem más, mint a bolonyai csiga. Roppanód egyszerűen összerakható, készítünk egy bolonyai ragút, készítünk egy keltésztát, és meglátjátok, pikpak, csicsa, dildo, ott van a jóféle kis csiga az asztalon, amit akár egy kis kirándulásra el lehet cipelni, vagy éppen egy kis kínálóként ki lehet tenni az asztalra. Egy jó meccs alkalmával, vagy egy kis összejövetel alkalmával el lehet ropogtatni, és másnap is vaj puha. Mondom nektek az alapanyagokat, amit itt láthattok. Lényegében kezdjünk akkor erről az oldalról, egy picit össze-vissza van minden rakva, nincs jelentősége, hiszen a folyamatokat nektek külön meg fogom mutatni, és majd a bolonyai ragúval fogunk elkezdeni dolgozni. Pontosabban azt készítjük el legelőször. Láthattok friss bazsalikomot, tojást, egy nagyon pici morzsolt élesztőt, sárgarépát, újhagymát, zöldhagymát, csomóshagymát, kinek hogy tetszik, szárzeller, angolzeller, vöröshagyma, fokhagyma, kicsi tej, liszt, vaj, olívaolaj, jóságos kis házi, ezt is láthattátok, paradicsom, paszta, tettünk el nyáron. Ilyenkor van értelme ezeket előszedni, akinek véletlenül nincsen nyilvánvaló, tökéletes az üzleti. Kétféle daráthússal dolgozom, marha és sertés, itt nyilvánvaló, ha úgy gondoljátok, és csak mondjuk az egyik fajta van otthon, akkor bátran úgy is el lehet készíteni, vagy akár még szárnyas daráthúsból is, tehát nincs olyan nagy jelentősége. Mondjuk én ezt így szoktam, kombinálom, nagyon finom ízhatások jönnek ki. Sajt, reszelt sajt, ez egy félkemény sajt, és itt most elvonatkoztat, hogy pontosan milyen fajta, nem kell foglalkozni vele, az a lényeg, jó reszelhető, félkemény sajt legyen, esetleg még aki szeretne, egy kis parmezánt is bele lehet reszelni, én ezt most nem teszem, most éppen nincs itthon parmezán, itt sincs jelentősége, hiszen egy nagyon finom, kellemes csigát hozunk össze, fekete bors, amit törni fogunk, só, bazsalikom, oregano, egy nagyon pici szerecsendió, babérlevél és épp egy pötty cukorra lesz szükségünk, ez mondjuk a tésztába fog kerülni, pontosabban, amikor fölfuttatjuk az élesztőt. Kezdünk is, nagyon gyorsan összerakjuk a bolonyai ragút, ugye hát ehhez az kell, hogy nagyon gyorsan megpucolom a zöldségeket, megmosunk mindent, és már reszelem is a répát. Kezdünk a zöldségekkel, nagyon gyorsan két mondat, ami esetleg hasznos lehet nektek, ugye hát alaposan megmosva, megtisztítva minden. Itt a szárzellernél annyit tudnék elmondani nektek, hiszen talán ez az egyetlen egy olyan dolog, amivel esetleg ritkábban dolgoztok, mindenképpen szét kell szedni őket, hiszen amikor egyben megmossátok, nem tudjátok ezt a földes részt itt a vége fele kimosni, tehát mindenképpen válasszátok szét. Folyóvíz alatt, jéghideg folyóvíz alatt ezeket ki kell mosni, hiszen itt található a legtöbb földes rész. Sárgarépa, fokhagyma, vöröshagyma, újhagyma, ezekkel nincs olyan nagy flaxni, és ugye minden esetben csak annyit használok föl, amit itt láttok, pontosabban a legelején megmutatom nektek egy nagyobb mennyiségben az alapanyagokat, a zöldségek terén mondjuk, ilyenkor meg pont annyi, amennyi kell, de ez is természetesen maximálisan precízen ki lesz írva nektek a videó alá, hány grammot használjatok például a zellerből, répából és társaiból. Legelső képpen indítunk a sárgarépával, és természetesen jönnek a többi zöldségek is. A sárgarépát egyszerűen, látjátok, egy nagyobb lukú reszelő le fogom tolni, pár pillanat alatt megleszünk vele. Megvagyunk a sárgarépával, jöhet a szárzeller, angolzeller. Ezt egyszerűen ilyen kis, nagyon kellemes, vékony karikákba össze fogom vágni. Akinek igény szerint úgy van kedve, akkor esetleg még apróbra össze lehet, úgyhogy ezeket a szárokat elfelezi, nincs jelentősége, én így szoktam eljárni. Jöhet az újhagyma, a zöldhagyma, ugyanígy járok el vele, lényegében annyi talán itt, amit hozzáfűznék, hogy mind a két részét, tehát az alsó, felső, zöld és világosabb részét is nyilvánvaló bele fogom vágni, hiszen nagyon jól fog kinézni az ételbe, és két részletbe történik majd az ételhez való hozzáadása.
vörös hagyma, fokhagyma, itt sincs semmi különleges dolog, egyszerűen én gorombára össze fogom vágni, hiszen bőségesen lesz ideje megfőni a hagymának, és természetesen a fokhagymának is. Fokhagymával annyi, mint szoktam volt mondani és mutatni, egyszerűen meg fogom roppantani a ripiropi technológia, és ilyen pici szeletekbe kerül majd hozzá, és azonnal el is kezdjük az alapot. Indíthatjuk a bolognai ragút, annyit tettem, az olívaolajat belehelyeztem ebbe a wokba, rá fogom önteni a vöröshagymát, fokhagymát, és éppen nagyon-nagyon lassan elkezdem lefonnyasztani, ehhez ide segítségként teszek egy pár tekerés sót, tudjátok, a só hozzásegíti, hogy minél hamarabb ez megtörténjen, körülbelül ez a folyamat egy-másfél perc. Mint látjátok, összeesett a hagyma, jöhet hozzá a többi zöldség, ami pontosan a sárgarépa, az új hagyma, angol zeller, ezt alaposan oda fogom pirítani, jöhet egybe az egész, nem kell különcködni, tökéletes. Itt semmiféle vizet egyelőre nem fogok hozzátenni, az a lényeg, hogy alaposan pirítsuk oda, miután ez megtörtént, akkor fogom csak rádobni a húsit. Nagyon szép színek és nagyon kellemes illatok a konyhába. Látjátok, egy 4-5 perc alatt odapirítottam egy nagyon picit a zöldségeket. Természetesen nem kell odaégetni, éppen hogy piruljanak meg, de majd a illatokon és a színeken látjátok. Sertés és marha daráthús bele is ugorhat, ez pár pillanat, és úgy szintén, mint a zöldséget, tovább fogom pirítani, egyelőre nem fűszerezek, ez ismételten egy ilyen 6-8 perc lesz, de mutatok nektek idejében mindent. Nagyon szépen lepirult a bolognai alap, szerintem ezt lehet hallani is, és látjátok, semmiféle nedvesség nincsen, hiszen ami picike kis víz kijött belőle, azt én tovább pirítottam, tehát az a lényeg, hogy ilyen állagot kapjatok körülbelül. Nagyon szépen serceg, nagyon kellemes illatok, hát ezt ti is meg fogjátok tapasztalni. Mehetünk tovább, annyit fogok tenni, jöhet a fűszerezés, ez azt jelenti bazsalikomból, és mutatom nektek, egy csapot teáskanálnyit teszek bele, jöhet egy kevés oregano, úgy szintén körülbelül ennyit helyezek bele. Jöhet a 3 darab babérlevél, és nézzétek meg, mutatom, mokkás kanál végén épp egy nagyon pici szerecsendió. Jöhet hozzá a paradicsom, ezt egyszerűen bele fogom lapátolni. Természetesen ki is fogom öblíteni, mielőtt valaki a billentyűket nyomkodná, és egyszerűen tovább fogom ezen a paradicsomos alapon pirítani körülbelül egy 3-4 percig, utána jöhet egy pici felöntés. Meg vagyunk a pirítással, ugye ez már a paradicsomos alapon való pirítás, nézzétek meg, csodálatos. Egyszerűen hoztam ide egy jó 3,5 deci vizet, föl fogom önteni, és körülbelül fedő alatt egy olyan 30 percig fogom főzni, utána természetesen a vége fele le fogom venni a fedőtől, a nagyon fontos, hiszen így nem tehetjük rá a csigára, pontosabban a tésztára, eláztatná, tehát fedő nélkül vissza fogom főzni a vizet, ez nagyon fontos, na de hát majd úgyis mutatom nektek pont azt az állagot, amit el akarok érni. Egy nagyon pici sót teszek hozzá, és a fekete borsót egyelőre nem, az csak a legvégén, és akkor kerül hozzá éppen egy pici friss zöld is a tetejére, de azt is mutatom nektek. Jöhet a fedő rá, közepes fokozat, 30 perc, és elkezdjük főzni. Miközben a háttérbe készül a bolognai ragunk, ugye nagyon fontos, nem unatkozunk, addig el tudjuk készíteni a tésztát, ami roppant mód egyszerű, semmi ördöngőség nincs benne, egy sima, hagyományos keltésztát készítünk. Látjátok, itt a keverőtálat, belehelyeztem fél kiló lisztet, fogok egy jó 2,5 deka élesztőt, hozzáteszek épp egy nagyon pici langyos tejet, hogy elkezdjük felfuttatni, nyilvánvaló, egy nagyon pici cukkerot dobok hozzá, nem is kell több, elkeverem, és a lisztből is egy nagyon-nagyon picit hozzá fogok tenni a tetejéhez, ennyit összesen nézzétek meg, hozok egy konyharuhát, letakarom, és körülbelül egy a 2-3 perc alatt maximálisan föl fog jönni, arra vigyázni kell, tudjátok,
nem forró tej, éppen hogy langyos, nehogy kinyírjuk az élesztőt. Felfutott az élesztő, és szándékosan meg szeretném nektek mutatni, tehát úgy érzitek, hogy nincs elég kellemesen meleg hely a konyhába, és éppen főztök valamit, akkor vagy az edény mellé teszitek, vagy éppen ha van rá alkalmatosság, nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen följött, akkor egyszerűen ennek az edénynek a tetejére rá szoktam tenni, és így megsegítvén sokkal gyorsabban elérjük ezt a folyamatot, mutatom nektek, csodálatosan főjött, ennél jobban nem kell, hiszen nem kell, hogy főragadjon a konyharujára, vagy éppen a szalvétára, hát éppen amivel letakarjátok. Hozzá fogom önteni itt a keverőtához, pontosabban csináltam egy nagyon pici krátert, egy kicsi lukat benne, és ugye abba teszem bele. Ezt a nagyon picit még kikaparjuk, szoktam volt mondani, minden cseppje kincs, és itt is él ez a dolog. Jöhet hozzá három darab tojásnak a sárgája, az egyik éppen megkapaszkodott, na de segítettünk neki. Jöhet hozzá a vaj, egyszerűen most vagy darabokba, vagy így egy darabba hozzáteszitek. Ez egy konyha meleg vaj, hangsúlyozom, tehát nem kemény vaj. Melegen, tehát konyha melegen fölolvasztott vaj, kiolvasztott vaj. Jöhet a maradék tej hozzá, és éppen ide az oldalába, a tál oldalába, hozzá fogok tenni kettő ilyen félpupos teáskanál sót, ennyi az egész, bekapcsolom a gépet, és körülbelül egy olyan jó 10-12 perc alatt, majd meglátjátok, mutatom, egy nagyon kellemes tésztát dolgozunk ki. Egyetlen egy pillanatra leállítom a gépet, csak hogy ezt is lássátok, jöhet le a fedő, és ugye láttok még egy kevés víztartalmat, ezt elkezdem most lefőzni, egy magasabb fokozatot, mondjuk egy 6-os, 7-esre fölnyomom, és itt lényegében majdnem, hogy teljesen sűrűre vissza fogom főzni ezt a nagyon kellemes bolonyai ragút, ugye, hogy a tésztára el tudjuk teríteni, ne ázzon el, ez nagyon fontos dolog. Na, ennyi volt az egész, tettünk el egy kis kakaót, és ebbe az utolsó időszakba most fogok rátörni egy 8-10 tekerés borsot, hogy minél frissebb ízek jöjjenek ki, és természetesen amikor majd lezártam, akkor teszek rá egy nagyon pici friss bazsalikumot. Jöhet a gép, hagyd dolgozzon tovább, és hamarosan ismét itt vagyunk. Tésztával egy időbe kész is a bolonyai. Mutatom nektek a tésztát, nézzétek meg. Egy nagyon kellemes, lágy, dolgozható tésztát kaptunk. Azonnal leszedem a kanálról, és hozom a nyújtótáblát. Ott egy nagyon picit át fogom gyúrni, természetesen, és kelni hagyjuk. Mutatom nektek, itt is kiszedem. Csodálatos, lágy, nézzétek meg. Egy pihe, puha gombócot kaptunk. Mutatom nektek a bolonyait, és ebbe a pillanatba el is zárom, és nem tudom, mennyire lehet hallani ezt a kis sistergést, szinte nincs rajta nedvesség, egy nagyon-nagyon pici, inkább az a sűrűsége utalandó, elzárom, hideg helyre teszem, és körülbelül, míg meg kell a tészta, természetesen addig hagyjuk, hagy hűljön, ez nagyon fontos, tehát semmiféleképpen nem szabad forró rátenni, kihűl, és már dolgozhatunk is vele. Jöhet egy nagyon pici bazsalikom, ez azt jelenti, hogy pár darab levelet nézzétek meg, egyszerűen így rá fogok csak csípkedni, összekeverem, viszem hideg helyre, jelen esetben, én most kiteszem az udvarra, na de kinek milyen alkalmatosság van, ki lehet tenni az ablakba, rányitni, az a lényeg, hogy azért fedővel takarjátok le, ha olyan helyre teszitek, ahol esetleg kutya, macska járkál, mert igazán kelendő lenne. Ennyi volt az egész, viszem hideg helyre, és nem sokára ismét itt vagyunk. Miközben hűl a bolonyai, említettem nektek, kidobtam a tésztát, és pár mozdulattal egyszerűen ezen a nyújtó táblán átgyúrom. Hoztam ide egy nagyon pici daráslisztet, réteslisztet, egy nagyon picit alá fogok hinteni. Mint mutatom is nektek, nem ragad oda majd, se nyújtáskor, se ebbe a pillanatba. Formázunk még egy nagyon-nagyon picit rajta, kezit csókolom, jöhet rá is éppen egy nagyon picurka, egy fordulás, hozom a ruhát, és körülbelül, amikor kihűlt nekünk a bolonyai, ez pont addigra meg fog kelni, és dolgozhatunk tovább.
megkelt a tészta, dolgozhatunk vele, lerántjuk a leplet. Lényegében annyi, nem kell túl keleszteni, nem kell a duplájára keleszteni, hiszen amikor bolonyai ragúval meg lesz kenve, föl lesz csévélve, el lesz vágdosva, akkor még a tepsin, ugye látjátok itt a háttérben, ki van papírozva két darab sütőlemez, ezen még fog kelni. Jöhet a nyújtás, lényegében egy nagyjából itt téglalap alakot nyújtsatok, ez a fontos, hogy normálisan szépen föl lehessen azt majd tekerni. Na, elkezdem nyújtani a tésztát, menet közben ránéztem a ragúra, szinte majdnem, hogy kihűlt, van még 2-3 perc körülbelül, és azonnal jöhetünk és tölthetjük be. Meg is vagyok a nyújtással, hát nagyjából egy téglalap alakot hoztam létre. Ugye itt lényegében arra kell odafigyelni, hogy majd nagyon kellemesen meg tudjuk ezt a tésztát tölteni, tehát nagyjából egyformák legyenek mindenhol. És természetesen, ahogy szoktam volt, én menet közben mindenképpen látjátok, minden esetben behintek alá ne ragadjon oda, és ezért is javaslom nektek, tanácsolom nektek ezt a daráslisztet, nagyon kényelmesen, kellemesen lehet dolgozni, visszahajtom, nézzétek meg, és nem ragad oda a tészta. Na most, akinek esetleg nem sarkos, az megteheti, hogy itt a széleit, ugye nagyon kellemes, rugalmas a tészta, ki tudja húzgálni, tehát ebből nem lesz probléma. Na, és jöhet a jóféle, nézzétek meg, bolonyai ragú, hát annyit fogok tenni, szépen rápakolom, mindenhova teszünk egy nagyon picit, és itt látjátok, habár most ez itt kiugrott, ezt ide félre is teszem, a babérleveleket én már kigyűjtöttem oldalra, csak itt visszakapartam véletlenül, tehát a babérlevél semmiféleképpen nem maradjon benne, ez nagyon fontos. Miután kiszedtem, fogok egy kanalat, és szépen egyenletesen el fogom osztani a tésztán, jelen esetben mutatom. Pár mozdulattal nézzétek meg, ezt szépen meg lehet tenni. Meg is vagyunk az eldolgozással, nézzétek meg, szépen egyenletesen szétkentem a tésztán ezt a nagyon kellemes kis bolonyai ragút, ezt félreteszem, most jön az a megoldás, és ez nem feltétlenül fontos, és aki szeretné, az használja, nagyon szeretjük a hagymát, és főleg ebben a nagyon finom bolonyaival keveredve, meg a színvilág se mindegy, rá fogok morzsolni, itt már menet közben a tálba egy nagyon picit összemorzsolom, ugye a zöld hagymának a felét megmentettük, na most ezt rá fogom ide pakolni, és ezek után fogom csak rátenni a reszelt sajtot, és természetesen úgy lesz ez felgöngyölve, ízlés szerint, akinek van kedve, alkalmazza, akinek nincs, az esetleg hagyja ki, de higgyétek el, csalódásmentes a végeredmény. Ennek a sajtnak a felét fogom rászórni szépen egyenletesen, és természetesen, amikor föl lesz csévélve, akkor jöhet a másik fele rá. Meg is vagyunk az utolsó sajtszórással, a többit félreteszem, ugye kell a tetejére, jöhet a felgöngyölés, semmi extrázis, mint egy kakaós csigát, vagy bármilyen csigát, elkezdjük föltekerni. Ugye itt a végét éppen, hogy behajtjuk, ez a legfontosabb része itt, hogy az eleje stimmeljen, utána már sokkal-sokkal gyorsabban tudunk haladni, és hát látjátok, van tartalom, meg amikor ez majd meg fog sülni, hát ez egy fantasztikus kis sós sütemény, ha így mondhatom, mi nagyon-nagyon szeretjük, és mindenkinek ajánljuk az elfogyasztását, megkóstolását, elkészítését, nem fogtok benne csalódni. Amikor tekeritek föl, ugye itt a tésztát érdemes néha egy nagyon picit meghúzkodni, hogy teljesen egy irányba és egy méretre érkezzen majd a tészta, ezt mind a két oldalán meg lehet tenni, de ha véletlenül nem teszitek meg, akkor sincsen semmi baj. Mehetünk tovább, szépen óvatosan elkezdjük tekerni, és nincs is rá szükség, hogy nagyon-nagyon szoros legyen, éppen, hogy mindig egy picit megtoljátok a tésztát, nézzétek meg, és tökéletesen tudunk haladni. Itt egy nagyon picit ismételten ráhúzok a tésztára, és itt is megteszem ezt, és azonnal készen is vagyunk, lehet fölvágni. Tökéletes az alja, az alulra érkezett, egy nagyon picit igazítunk rajta, egy nagyon pici kis lisszórás, szükség van rá, fölveszi, és el is tudom simítani, egy nagyon szép alakot tudok neki adni. Nagyon pipec, egy picit megnyomkodjuk a popsiját,
és nézzétek meg, meg is van a kígyó. Hozom a kést, és azonnal el is kezdem fölvágni. Hát itt a méretét tekintve többféleképp lehet eljárni, akár lehet ilyen hüvelykújnyi, vagy éppen mutatóinyit vágni, megmutatom én mekkorákat szoktam. Hát körülbelül nálunk így mennek a csigák, tehát ilyen méretre lesznek fölvágva, és ugye hát nem is kell semmit hozzáfűznöm, nagyon-nagyon csinos. Egy darab tojást tudjátok, meg van hagyva, le lesz kenve, és természetesen jön rá még a reszelt sajt. Menet közben elkezdtem lekenni már a csigákat, itt a bal oldali tepsi, pontosabban nektek a jobb oldali tepsi, már készen is van. Egy darab egész tojással simán végig lehet kenni az egészet. Ugye annyit tettem ebbe a tojásba, ide még egy picit rámegyünk, ebbe a tojásba éppen egyetlen egy csipet sót beletettem, ennyi az egész, és nézzétek meg, így teljes mértékben el is fog fogyni, nem kell kiönteni. Ha véletlenül a széléje ér egy picit a tojás, semmi gond az ég világon, attól még nagyon-nagyon finom lesz, tehát le is csoroghat rajta. Na még egy nagyon picit, nem dobunk ki alapanyagot, szépen végig kell, nem is látjátok, itt ebbe a pillanatba el is fog fogyni a tojás. Tökéletes, jöhet a reszelt sajt művek, ezt odébb tesszük, és mindegyikre éppen nézzétek meg, csak egy ilyen kis pici halmot teszek, na de ez is ízlés függő, aki szeretné teljes mértékben, akár be is boríthatja. A sütőt begyújtottam, alsó-felső módon fogunk sütni, 210 fok, és gyönyörű szépen ropisra meg fogjuk sütni, úgyhogy a belseje természetesen vajpuha marad. Mehetnek a csigák a sütőbe, pontosabban az egyik tálca, a másik tálca még egy nagyon picit kell. Ugye annyit tettem, bekapcsoltam a sütőt, és mind a két tálcát a sütő közelébe, kb. Egy jó 10 perc alatt melegedett fel a sütő, és a sütő közelébe tartottam még kb. Egy jó 10-12 percet, jöhet az első széria, természetesen a másikat ide csúsztatva, langyos helyen tovább keleztem, nagyon gyorsan meg fog sülni, tehát nincsen probléma. Mehet a sütőbe, nézzétek meg, csodálatos, ismételten egy nagyon picit megkelt, teszem a középső polcra, és mutatjuk nektek, amikor megsült ez a kis hálás bolonya és csigánk. Meg is sült az első kör csiga, mutatjuk nektek, 20 percig volt benn, nézzétek meg, fantasztikusan néz ki, gyönyörű szépen megkeltek, és természetesen jön a következő széria, amiről lekapom a papírt, ugye ez tovább kelt egy kicsit, de nincsen semmi probléma, hát a kettő között lehet látni a különbséget, gyönyörű szépen följöttek. Jövünk, tálalunk, ha megsült ez a tepsi is. Elkészültünk a bolonyai csigákkal, és mint látjátok, ezt most nagy szeretettel meg is mutatom nektek. Kétféle tálalást alkalmaztam. Van egy hosszú deszkánk, van egy kerek deszkánk. A hosszú deszkán láthatjátok a 20 perces szindrómát. Ez azt jelenti, hogy ez 20 percig volt benn. Itt egy nagyon picivel szándékosan tovább mentem, itt 25 percig tartottam a sütőbe. A hőfok ugyanaz, alsó-felső sütéssel 210 fok. Tehát csak azonáltal, aki jobban szereti megsütve, bátran alkalmazza a 25 percet, aki kevésbé, de természetesen át van sülve, csak egy nagyon picivel itt az az érdekessége ennek, ha másnapra marad, itt azért jóval puhább lesz a másnapi tartalom, mint ami esetleg ropogósra van sütve, ez csak egy ötlet, tehát ti döntitek el, hogy melyiket alkalmazzátok. Egy-két hasznos dolog még talán, hogy aki gondolja és nem egyszerre szeretné megcsinálni ezt, akár a ragút egy vagy két nappal előtte le lehet gyártani, nyilvánvaló, be a hűtőbe, amikor természetesen ki van hűlve, frissen tartó fólia, és akár másnap, harmadnap, amikor kész vagytok a tésztával, egyszer rákenitek, a többi ugyanaz. Még egy hasznos dolog, fagyasztás, amikor föltekeltétek a csigát, de nem kell megkeleszteni, egyszer lekenitek tojással, rá a sajt, darabonként úgy elhelyezitek a hűtőbe, hogy ne zavarják egymást, ne ragadjanak össze, megfagy, egy zacskóba szépen egyenként összeteszitek, amikor eljön az idő, kiveszitek, konyha meleg, hagyjátok kiolvadni, utána a sütőbe egy 28
30 fok dúlva kelesztés, amikor látjátok elkezd megkelni, kiveszitek, sütő fölcsavar 210 fok, és egyszerűen amikor elérte a hőfokot, mehet be, tökéletes a tartalom, tehát így is lehet készülni, esetleg egy alkalomra, és akkor nem aznap kell vele szöszölni. Hát fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el jó egészséggel, én azt mondom, ez is egy olyan kis csiga, sőt, aki ismeri a pizzás csigát, az tudja, de ez még jobb ebbe ott a fantasztikus kétféle húsi, tehát mindenképpen ajánlom az elkészítését. Hamarosan ismét jövünk egy finomsággal, mindenki vigyázzon magára, jó egészséget, szevasztok! Aki türelmes volt és nem kapcsolta még ki, mindazonáltal, hát elfelejtettem megmutatni nektek a közepét, hogy végeredményben milyen lett. Na hát ilyen vagyok néha, elfelejti az ember a lényeget. Mutatom nektek egyetlen egy csiguszkát, nézzétek meg, nem tudom a kamera mennyire látja. Pihe, puha, foszlós, ezt nézzétek meg, csodálatos, benne a sok zöld hagyma, és ezért is ajánlom nektek, nézzétek meg, csuda finom, a tészta átsült, hát valami felgeteges, nézzétek meg. Itt is egy picit megbontom, hogy minél jobban lehessen látni, hát így néz ki nálunk egy bolognai csiga. Na hát még egyszer fogadjátok szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel, és úgy, mint gyerekkoromban elkezdem szétbontogatni és leengedni az arcomba. Szevasztok!